A golyatáborokban történt erőszakos cselekmények miatt munkacsoport létrehozását kezdeményezte Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere. Fontos, hogy az ez, ez év augusztusára a gólyatáborok időszakára olyan rendszer jöjjön létre, amely átlátható és garantálja az emberi méltóságot, hangsúlyozta a miniszter. Közlése szerint a munkacsoport vezetésére Ári Tamás Lajost az oktatási jogok biztosát kérte fel. Balogh Zoltán elmondta, azt szeretné, ha március közepére elkészülnének a javaslatok, majd a felsőoktatási kerekasztalnak is meg kell azokat tárgyalnia. Valószínűleg szükség lesz a felsőoktatási törvény módosítására is, tavasszal jegyezte meg.